2016. március 4-én és 5-én tehetségnapot tartottak a gödöllői Török Ignác gimnáziumban. A rendezvény pénteki és szombati programjain az iskola tehetséges diákjainak nyílt alkalma bemutatkozni tudományos és művészeti területeken. Március 20-án 10. alkalommal rendezik meg az IMA Magyarországért eseményt, melynek helyszíne ebben az évben is a Verőcei Lósi völgy lesz. A rendezvény főszervezője ezúttal is dr. Papp Lajos professzor. Március 5-e és 8-a között összesen 9 teltházas előadáson közel 3600 néző láthatta a 27. alkalommal megrendezett Nőnapi Ajándékkosár Nem Csak Hölgyeknek című műsort Gödöllőn. Az előadásban ebben az évben is Gödöllőváros vezetői szórakoztatták a közönséget vidám produkcióikkal.